Üdvözlünk minden kedves nézőt és hallgatót a Budapesti Corvinus Egyetem Eurázsia Központ nagyköveti Teaszalon Eurázsiában című rendezvényén. Horváth Levente vagyok, az Eurázsia Központ igazgatója. Az Eurázsia Központ a Magyar Nemzeti Bank támogatásával jött létre a Budapesti Corvinus Egyetemen. A központ célja, hogy az ázsiai és eurázsiai témákról hiteles tájékoztatást adjunk. Szakmai tanulmányainkat, publikációinkat és online rendezvényeinket megtekinthetik az Eurázsia Központ honlapján, a www.eurasiacenter.hu-n és a Facebookon, az Eurázsia Központ oldalon. Immár harmadik alkalommal tartjuk meg a nagyköveti Teaszalon Eurázsiában című rendezvényünket. Dél-Korea és Szingapur után Mongóliába látogatunk el, ahol Magyarország Mongóliába akkreditált rendkívül és meghatalmazott nagykövetével, dr. Obrusánszky Borbálával beszélgetünk. Dr. Obrusánszky Borbála nagykövet asszony, neves mongol szakértő, elismert magyar hun rokonságkutató. A Mongol Nemzeti Egyetemen végezte posztgraduális tanulmányait, ahol 2000-ben doktorált. 2000 óta számos expedíción vett részt Mongóliában, belső Mongóliában és Ázsiában is, és Ázsia egyéb más régióiban is. Kutatási eredményeiről magyar és nemzetközi szaplapokban is olvashatunk, de számos könyve is megjelent a magyarság őstörténetéről. A Károli Gáspár Református Egyetem bölcsész és társadalomtudományi kar egyetemi adjunktusa, 2020-tól pedig Magyarország rendkívül és meghatalmazott nagykövete Mongóliában. Üdvözöljük, nagykövet asszony! Én is üdvözlöm Önöket, illetve a hallgatókat. Köszönjük, hogy elfogadta felkérésünket, és akkor rá is térnénk a mai témánkra, Mongóliára. Magyarországon nagyon keveset hallani a mai modern Mongóliáról. A magyar történetben ugye a tatárjárás kapcsán olvashattunk nagyon sokat a mongolokról, és egy ilyen vad nyilazó népként emlékezünk rájuk. De mi történt Mongóliában az elmúlt 100 évben, amikor függetlenné vált és átalakult a rendszer? Hogyan alakult Mongóliában a gazdaság, politika és a társadalmi fejlődés, és hogy úgy tudjuk, hogy még mindig nagyon sokan nomád életformát követnek Mongóliában. Tehát röviden a kérdés, mi a helyzet Mongóliában? Jelenleg az ország lakosságának körülbelül egy harmada kötődik szorosan a nomád állattartáshoz, hát ők azok a pásztorok, akik még mai napig is jurtában élnek, legelőváltással terelték az állataikat. Ugye a következő harmad rész az, amelyik már vidéki településeken ilyen félig letelepedett életmódot folytat, de még ugye szorosan kötődik az állatokhoz. És hát ugye van, akik pedig már csak városban élnek, Ulánbátorban, és itt ugye nagyon változatos az építkezés, tehát a városközpontban üvegpalotákat láthatunk, modern épületeket, amely vegyül néha még a szociállal, és ugye szintén a város peremén még jurta negyedeket találhatunk. Itt is már annyi változás történt, hogy a jurtát lassan kezdik feladni, hiszen azért nem kényelmes a városban ebben élni, és mellette vagy fa, vagy kőházakban próbálnak lakni. Tehát azt mondhatnánk, hogy közel 100 év alatt nagyon sokat változott az ország. Hát itt sajnos ugye a járvány miatt megtorpant egy picit a fejlődés, de ha valaki kijön, egy külföldi megérkezik Ulánbátorba, igencsak csodálkozik, hiszen jobbnál jobb autókat láthat, elsősorban ugye japán és dél-koreaiakat, azt látja, hogy iszonyú nagy a forgalom, ugye az emberek jól öltözöttek, ugye sokan a plázákban, bevásárlóközpontokban vannak, a legjobb telefonokkal rendelkeznek, tehát úgy tűnik azért, mintha egy nagyon fejlett és nagyon jól működő gazdaságban érkeznénk. Hát ez részben igaz is, tehát a mongolok mindent megtesznek azért, hogy fejlődjenek, ugye, hogy felzárkózzanak az ázsiai fejlett térségekhez.
De hát azért itt vannak komoly társadalmi problémák, elsősorban ugye a munkanélküliség, illetve ugye most a COVID miatt ugye nagyon sokan, akik külföldre mentek pont azért dolgozni, hogy jobban megéljenek, azok kényszerültek, és ugye itt növelték a munkanélküliség rátáját. Tehát ez az egyik komoly probléma. A másik, amit viszonylag már tudtak orvosolni, ez a rendkívüli nagy légszennyezettség volt. Ulaanbaatar vezetett a világ ranglistán. Ezt némileg tudták mérsékelni, úgyhogy ez egy nagy eredmény volt a kormánytól. És hát ugye a közlekedési káosz az, ami szintén mondjam, állandó problémákat okoz. Hát a járvány miatt ez egy picit most megszűnt, hiszen jelenleg is szigorú kijárási tilalom van érvényben, mint Mongóliában, mint az egész országban. Hát ezek ilyen tipikus, úgy mondhatnánk, ilyen fejlődő országbeli problémák, amiket ugye a mongol kormányzat megpróbál orvosolni. Hát ha már itt a kormányról beszélek, akkor egy picit átérnék a politikai helyzetre. Azt mondhatnánk, hogy igazából tavaly óta, hát a tavalyi év volt a parlamenti választás éve, ez az év pedig az elnök választásé. Ugye itt az elnököt közvetlenül választják, tehát ezért nagy figyelem terelődik rá. Most ugye itt volt az elmúlt hetekben egy belpolitikai feszültség, ugyanis az Alkotmánybíróság nem engedélyezte, hogy a jelenlegi elnök újból induljon, ugye a választási törvényre hivatkozva. Úgyhogy most azért van ez a feszültség, mert ugye a kormány, az ellenzék adja az elnököt, ugye, és most megpróbálja a kormánypárt ezt a pozíciót is megszerezni. Egyébként ugye ez a mongol néppárt túlsúlyban van a parlamentben, 82%-os arányt szerzett meg, tehát a 76 parlamenti székből 62 az a kormánypárté. Tehát itt most elég kielezett a helyzet, június 9-én lesz az elnökválasztás, és nem tudjuk, hogy lesz a kampány, mert május 9-ig, tehát a kampány, pont a választás előtt még egy hónappal még kijárási tilalom van. Mongólia gazdaságában ugye mindig kiemelik, hogy a bányászat nagyon fontos, azonban a mongol társadalom nagyon ellenzi a földhöz való hozzányúlást és a föld, az anyaföldbe való beavatkozását, így a bányászatban is. Mennyire érződik a mai Mongóliában és a mai társadalomban ez a hagyományos gondolkodás? Sajnos már itt Ulaanbaatarban azért, hogy mondjam, eléggé kiveszőben van a régi hagyományos értékben, hát ugye van egy új felnövekvő generáció, és ugye itt viszonylag fiatal társadalomról beszélünk. Vidéken sokkal jobban megvannak a hagyományos értékek. Ez egyébként egy politikai kérdés is, tehát ugye, hogy a bányából, tehát a bányászati koncesziókat időről időre felülvizsgálják, főleg ez ugye egy másfél éve kezdődött meg, hogy nagyon szigorúan veszik, nagyon szigorúan bírálják el most már a kiadott koncesziókat, és azok, akik ugye ezt nem használják fel, vagy illegálisan bányásznak, vagy nem tartják be a szabályokat, akkor ezt a kormány visszavonja tőlük, de az is igaz, hogy nagyon a bányászat függő az ország, tehát ugye az export bevétel, majd hát talán 70%-a is bányászati termékekből van, ugye főleg szenet, akkor rezet, vasércet exportálnak Kínába, és hát ugye ez ettől függ leginkább az ország gazdasága, tehát muszáj ezzel a kérdéssel nekik foglalkozni, de megpróbálják
minél többet, minél több hasznot a saját maguknak ebből kiaknázni, illetve ugye megpróbálják a gazdaságot diversifikálni, tehát megpróbálnak ugye más ágazatokat is fejleszteni, és hát mivel Mongóliában majdnem 70 millió állat van, ezért ugye hát elsősorban a mezőgazdaság az a terület, amit az elkövetkezendő években intenzíven szeretnének fejleszteni. De pont, hogy a bányászat volt az, ami a Mongóliának a GDP növekedését fellendítette, és a GDP változása is a bányából kitermelt érceknek az árához kapcsolódóan mozog, és ennek kapcsán a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap és további más neves szervezetek szakértői is az országot azon országok közé sorolják, ahol a közeljövőben a gazdasági fejlődés üteme lesz a legmagasabb. És különösen a Világbank szakértői úgy vélik, hogy a következő 10 évben a gazdasági mutatók évente átlagosan akár 15%-kal is növekedhetnek. De ugyanakkor ezt már 10 éve így gondolják a szakértők, de még mindig nem jött el az igazi nagy áttörés. Nagykövet asszony hogyan látja Mongólia jövőbeli fejlődését, mikor jön el az az igazi nagy gazdasági berobbanás, amiről a szakértők az elmúlt 10 éve beszélnek? Hát egyszer már volt egy ilyen felfutás, még a 2000-es, 2010-12 körül, akkor szintén volt egy ilyen nagy boom Mongóliában. Most azt feltételezik itt legalábbis itt a helyi szakértők, hogy egy-két év lesz az, egy-két év múlva lesz néhány projekt, gigaprojekt, ami befejeződik, és ettől remélnek ők felfutást. Egyrészt Darhamba, ahol ugye régen magyar húskombinát volt, ott most spanyol tőke bevonásával egy hatalmas bőrfeldolgozó épül, amelyik ugye szintén exportra fog termelni. A Gobiban építenek egy több mint 400 kilométeres vasúti pályát, ez a szénszállítást fogja megoldani, és szintén a Gobiban, ugye ez indiai beruházással pedig olajfinomító épül, és ha ezek készen lesznek, tehát ez rengeteg embernek ad munkát, illetve ugye egyrészt exportra termel, másrészt pedig ugye az ellátás, a saját energiaellátásukat is részben fedezni tudják. Ugye szintén nagy projekt, amit most készítenek elő, egy földgázvezeték, ami Oroszország és Kína között épül, de Mongólia is profitálni fog belőle, tehát ezek szerintem mindenképpen be fogják indítani a gazdaságot, illetve új bányászati lelőhelyeket is találtak, amelyek ugye kiaknázása szintén szerintem meg fogja emelni a mongol gazdaságot. Emellett, hogyha sikerül a vidék fejlesztési terveket is megvalósítani, akár magyar technológiával valamilyen szinten, akkor szerintem tényleg igaz lehet az, hogy Mongólia nagy fejlődés alatt, tehát fejlődést fog átélni. Hát ehhez szerintem itt azért a szaktudás megvan, hát ugye politikai akarat úgy néz ki, hogy megvan, úgyhogy reménykedünk abban, hogy ezt meg is fogják tudni valósítani. Nagykövet asszony említette az infrastruktúrális befektetést és a kínai és orosz kapcsolatokat. Mongólia be van ékelve a két regionális, vagy akár világnagyhatalom közé, Oroszország és Kína közé is. Milyen külpolitikát folytat Mongólia a két szomszédjával, és hogyan tud érvényesülni a két nagyhatalom között? Vannak-e törekvései Mongóliának az Eurázsiai Gazdasági Unióhoz való csatlakozása, és hogy miként vesz részt a kínai BRI egyövezet, egyút, együttműködésben? Mongólia kiegyensúlyozott kapcsolatot tart fel, mint az orosz, mint a kínai szomszéddal. Jól mutatja azt, hogy itt a Covid alatt teljesen le volt zárva a határ, jóformán se kisett, nem jöttek delegációk, csak videokonferenciákon keresztül érintkeztek. Ehhez képest
mongol elnök ellátogatott Kínába, még 2020. februárjában, illetve a kínai külügyminisztert fogadták, illetve a mongol külügyminiszter is ellátogatott Moszkvába, tehát ez azt jelzi, hogy a lezárások és a járványhelyzet ellenére ugye a két szomszéddal nagyon szorosra fűzik a kapcsolataikat. Igazából eddig 2019-ig bezárólag inkább Kína dominált a két nagyhatalom között. 2019. szeptemberében Putyin elnök Mongóliába látogatott, és vagy 10 megállapodást is aláírt, elsősorban energetika kapcsán, illetve gazdaság élénkítő csomagot fogadtak el, és írtak alá szándéknyilatkozatokat, és akkor a szakértők úgy értékelték, hogy most egy picit kiegyensúlyozottabb ez a szomszédi kapcsolat, tehát Oroszország is nagyobb részt vállal Mongóliába. Mongóliának pedig egy jó 10 éve fogadták el az úgynevezett harmadik ország stratégiáját, tehát ők szeretnének ugye a két szomszédos nagyhatalom mellett más országokkal is stratégiai partnerséget kialakítani. Itt szóba jöhet, ugye szóba jött Dél-Korea, Japán, akkor nagyon szoros kapcsolatot tartanak fenn ugye az Egyesült Államokkal, különböző dél-kelet-ázsiai országokkal, illetve fontos partnerük még Törökország, illetve az Európai Unió. Tehát ők megpróbálnak, meg India az utóbbi években, és megpróbálják ugye ezt az egyövezet, egy út kezdeményezést minél jobban kiaknázni. 2017-ben, azt hiszem, akkor volt Pekingben egy nagy magas szintű találkozó, akkor a mongol miniszterelnök is képviselkedte magát, illetve 2018-ban írták alá azt a szándéknyilatkozatot, hogy ők is részt vesznek ebben a projektben, és nekik nagyon fontos az úthálózat építése, hiszen itt még sajnos nagyon sok helyen csak földutak vannak, és ez ugye a kereskedelmet nagyon hátrányosan befolyásolja, így elsősorban most Kína felé a határátkelőket megpróbálják fejleszteni. Itt ugye még mindig ugye elsődlegesen szenet szállítanak, illetve vasércet, de megpróbálják majd azt, hogy más akár ugye állati eredetű termékeket tudjanak exportálni, illetve más exporttermékekről is tárgyalás folyik, tehát ők maximálisan kihasználják a egy út, egy övezet kezdeményezés. Az Eurázsiai Gazdasági Unióval kapcsolatban egyelőre még kutatják, tehát azt a mongol külügyminisztérium álláspontja az, hogy egyelőre vizsgálják, hogy milyen lehetőségek vannak. Itt is ők a szabadkereskedelmi övezet megteremtésére törekednek, tehát a mongoloknak is egy céljuk az, hogy Oroszországba exportáljanak. Ugye orosz termékek érkeznek az országba, de a mongol export viszonylag még kevés. Hát ők úgy látjuk, hogy megpróbálnak nagyon ügyesen politizálni, hogy kihasználják ezt a helyzetet, hogy ők két nagyhatalom közé vannak beékelődve, és ugye ezt próbálják propagálni külföldön is, hogy Mongólia egy nagyon biztonságos ország, európai normákkal rendelkezik, azért jó ide befektetni, mert akkor innen a vállalatok tudnak akár Kínába, akár Oroszországba exportálni. Úgyhogy ez a szerintem egy nagyon jól átgondolt külpolitikai elképzeléssel rendelkeznek. Kína és Oroszország is az eurázsiai összeköttetésnek az egyik támogatója, ami tulajdonképpen az eurázsiai világrend kialakulásáról szól, Ázsia felemelkedésével, és hogy Európa és Ázsia egyre szorosabb kapcsolatban legyen.
infrastruktúrálisan is, ahogy nagykövet asszony is említette, és akkor tulajdonképpen Mongólia az Eurázsia koncepcióhoz nagyon pozitívan áll, de mégis Mongóliában vannak-e gondolatok erről az Eurázsia koncepcióról, és már említette nagykövet asszony, hogy hogyan tudja magát Mongólia benne elhelyezni, de úgy mégis mi várható a jövőben a szerepe azon kívül, hogy ő a két nagy hatalom között egy átjáró folyosó, de biztos, hogy nagyobb szerepet szánnak maguknak, és hogy mi lenne az. Hát, hogyha egy kicsit visszamegyünk a történelembe, akkor mondhatjuk azt, hogy az egész eurázsiai koncepciót ők hozták létre, amikor leigázták a fél világot, tehát igazából tehát ez a kiindulási alap a mongolok számára, hát most ugye már nem képesek egyelőre, ha bár Genghis Khan öröksége az nagyon erős a mongol lelkekbe, ők megpróbálják egyrészt ezt az eurázsiai koncepciót ugye a saját hasznukra fordítani, egyrészt ugye fejleszteni a gazdaságot, tehát minél több gazdasági területet, szabadkereskedelmi övezetet nyitni, nagyon kedvező üzleti lehetőséget biztosítani, hát mind a szomszédok részéről, ugye, részére, mind egyéb vállalkozók, vállalkozások részére. Ugye hát most pangás van a turizmusba, de például ők ezt a selyemút koncepciót, meg ugye volt itt a selyemút, teaút, amikor ugye Kínából az oroszok szállították a teát, tehát ezeket az utakat szeretnék felújítani és turisztikailag is fejleszteni, akkor az áruszállítást ugye szeretnék növelni, hát ehhez kell az, hogy legyenek saját, minél több saját termék, amiket ugye el tudnak adni, tehát ez a gazdaságban is benne van, az oktatásban ugye fontos szerepet kap az, hogy minél több diák tanuljon külföldön, megismerje a másik nyelvét, akár a kínait, az orosz, tehát akár ugye a stratégiai partnerek nyelvét, és akkor ők az üzletben majd részt tudnak vállalni. Illetve ugye ide tartozik egy szintén érdekes koncepció, hogy a mongolok most építenek fel egy nagy múzeumot, a Genghis Khan múzeumot, és a régi mongol emlékeket ott szeretnék összegyűjteni, akár másolatok formájában, tehát van egy ilyen erős kultúrdiplomáciájuk is. Még egy érdekesség szintén, hogy nagyon aktív nemzetközi szerepvállalást tanúsítanak, például a békefenntartók, fenntartásba Afganisztánban és Dél-Szudánban. Erre nagyon büszkék, hogy ott kiválóan helytálltak a mongol katonák, tehát ők szeretnék a nemzetközi szerepvállalásukat, hát a, hogy mondjam, tehát a lehetőségekhez képest kiaknázni, és minél jobban hasznot hajtani a két ország, tehát két szomszéddal való kapcsolatban. Itt ugye őket is az segíti, hogy mind Kínában, mind Oroszországban jelentős mongol kisebbség él, akik ugye híd szerepet tölthetnek be a bilaterális kapcsolatokban. Nagykövet asszony már többször említette a magyar kapcsolatokat, és azt tudjuk, hogy Magyarország és Mongólia között szoros kapcsolat alakult ki az 50-es, 60-as években, és ahogy említette nagykövet azt, hogy magyar vállalati együttműködések is voltak Mongóliában. Továbbá, ahogy az előbb említése került, az Mongólia az oktatási, nemzetközi oktatási kapcsolatokra is nagy hangsúlyt tesz. Mongólia és Magyarország oktatási kapcsolatainak is nagyon szoros fejlődése van. Az első hullám a 80-as, 90-es években volt, amikor nagyon sok magyar egyetemen mongol diákok tanultak, akik mára már befutott üzletemberek, divattervezők, politikusok, és nagyon jól beszélik a magyar nyelvet is. És ha jól tudom, van egy Magyarországon végzettek szövetsége is, akik rendszeresen találkoznak Ulánbátorban. Megköszönjük nagykövet asszonytól, hogyha a magyar kapcsolatokat röviden bemutatná, aztán majd beszélünk a jelenlegi magyar-mongol kapcsolatokról, de ehhez kapcsolódóan mit tud nagykövet asszony nekünk bemutatni? Tehát
tavaly ünnepeltük épp a diplomáciai kapcsolatok felvételének 70. évfordulóját. Sajnos a járvány miatt nem tudtuk ezt megünnepelni, de annyit tudtunk tenni, hogy népszerűsítettük ezt, egyrészt ezt a 70 éves kapcsolatot, tehát adtunk ki egy szép színes kiadványt, hogy megismerjék, hogy milyen sokrétű kapcsolatok voltak. Ugye ennek egyik fontos része volt az oktatás, tudomány, most együttműködés, ugye nagyon sok magyar szakember dolgozott Mongóliába, volt olyan, hogy akár hogy több mint 2000 fő is dolgozott itt a 70-es években. Körülbelül 400 mongol diákot képezett ki Magyarország, tehát szerintem jelentős a száma, és igen, ők, akik ide visszakerültek, vagy az üzleti életben, közéletben fontos szerepet töltöttek be. Sok parlamenti képviselő is volt közöttük, akik Magyarországon végeztek. Az egyik volt képviselő, most az elnök ennek a Magyarországon végzettek szövetségének, most ebből is van több, mi épp szoros kapcsolatot tartunk velük. Ugye próbáltunk rendezvényeket szervezni, tehát ez folyamatban van, itt a szigorú járványügyi előírások miatt nem tudtunk még erre sort keríteni, de mindenképpen szeretnénk őket összefogni. Egyrészt azért, hogy akik már régebben végeztek és nincsenek állandó kapcsolatban Magyarországgal, nekik segítsünk, hogy ne felejtsék el a magyar nyelvet. Másrészt pedig ugye az üzleti kapcsolatokban is számítanánk rájuk, hiszen ők a legfontosabb lábunk, ha így fogalmazhatnánk, hogy hát rájuk tudunk leginkább számítani az üzleti kapcsolatokban, mivel itt ugye magyar kolónia azért elég korlátozott, tehát nem olyan nagy számú, mint esetleg az európai országokban. Konkrétan mekkora magyar közösségről beszélhetünk Mongóliában, mert említette, hogy korábban 2000 főt is elérhette a magyar közösség. Továbbá, hogy hány magyar diák tanul a mongol egyetemeken, ha tanulnak, és képviseltetik-e magukat magyar cégek Mongóliában. Korábban említette nagykövet asszony, hogy a húsüzemi együttműködés is volt, és voltak más magyar vállalati együttműködések. Jelenleg milyen céges, üzleti együttműködések vannak is, és mekkora ez a magyar kolónia Mongóliában? A magyar kolónia nagyon kevés, tehát azt mondhatjuk, hogy körülbelül maximum 20 fő van, aki magyar, tehát magyarországi magyar. Van jó néhány olyan, aki mongol, de megszerezte a magyar állampolgárságot, őket is itt folyamatosan gyűjtjük össze, tehát mindig jelentkeznek azért a konzulátusunkban, és akkor őket felderítjük azért, mert ugye ha vége lesz a járványnak, akkor szeretnék őket is összefogni. Magyar diákok ugye nagyon viszonylag kevesen tanulnak, tehát ez is egy maximum 10 fő, akik vagy Erasmus ösztöndíjjal jönnek, vagy magyar állami ösztöndíjjal. Ennek az arányát is majd megpróbáljuk egy kicsit növelni, hiszen mi évente a Stipendium Hungaricum ösztöndíj keretében 200 mongol diáknak a teljes képzését biztosítjuk, itt pedig a magyar diákok jóformán fél évre jönnek ki mongol nyelvet tanulni, úgyhogy ezt már felvetettük egyébként az Oktatási Minisztériumba, akik pozitívan álltak a változtatáshoz. Tehát szerintem, ha két ország kapcsolatában ez is egy fontos szempont lehetne. Ugye itt a gazdasági kapcsolatokban hát régebben sokkal több együttműködés volt. Volt ez a darhami húskombinát, volt a biokombinát projekt, egy vakcinagyártó üzem volt, volt egy ruhagyár is, amit a magyarok építettek, malom, tehát nagyon sokféle gyárat építettek a magyarok. Ez ugye a 90-es évek folyamán sajnos megszűnt,
amikor kicsit fellendült volna a kétoldalú gazdasági együttműködés, ugye sajnos 2006-ban bezárták az itteni képviseletet, és a 2015-től van újra magyar külképviselet, és ugye ez alatt, az időszak alatt nagyon sok nyugati ország bejött, olyanok, akik korábban nem képviseltették magukat, nagyon erős, ugye a dél-kelet-ázsiai úgynevezett kis tipiknek itt a szerepvállalása, úgyhogy most próbáljuk meg mi is a magyar cégeknek a bejövetelét elősegíteni. Hát ami kiemelt projekt, ez a úgynevezett szonginói biokombinátnak a technikai megújítása. Ez egy kiemelt projekt, most is jelenleg is ezen dolgozunk, illetve szeretnénk egyéb magyar technológiákat is behozni, hát ezekről most tárgyalásba vagyunk a minisztériumokkal, illetve ugye van jó néhány mongol céges érdeklődés, hát reméljük, hogy ezek sikerre járnak. Hát amit eddig láttunk, hogy szerencsére a magyar technológia, tehát a magyar technológia azért is jó, mert viszonylag olcsó, jó minőségű, tehát jól eladható a mongol piacon. Ezen kívül ugye az áruforgalmat is kell növelni, hiszen még én itt tanultam a 90-es évek második felében, akkor rengeteg magyar termék volt, a tésztától kezdve az üdítőn, a csokoládén át a magyar borokig. Most azt mondhatnám, hogy 3 vagy 4 terméket tudok megszámolni a boltokba, ami tőlünk érkezik, tehát jócskán van itt fejleszteni a kétoldalú együttműködésen. Ugye sajnos a járvány megint nem kedvez annak, hogy ide csábítsunk cégeket, de remélem, hogy ennek a megszüntével érdeklődés van szerencsére, tehát szerintem ez is be fog indulni. Beszéltünk itt a jelenkori magyar-mongol diplomáciai kapcsolatokról, de most egy kicsit visszatérve a történelembe, visszamenve a történelembe, ugyanis nagykövet asszony neves mongol kutató és magyar-hun rokonság elismert kutatója is, és számos tanulmány publikált már ilyen témakörökben. Érdeklődünk, hogy akkor jelenleg nagykövet asszonynak van-e ideje a kutatásokat folytatnia itt a diplomáciai tevékenységek mellett, vagy és hogy továbbá milyen kutatások vannak ilyen tekintetben, és milyen eredményekre jutottak itt a magyarok ős hazájával kapcsolatban. Továbbá az is érdekelne bennünket, hogy a mongolok miként tekintenek ránk, magyarokra. Akkor kezdem az egyszerűbb kérdésnél, tehát ugye tehát érdekes módon vagy valaki nem tud egyáltalán Magyarországról a mongolok közül, vagy pedig tudja, hogy Magyarország milyen ország, talán járt is ott, vagy valamelyik rokona járt ott, és hát akik pedig már ismernek bennünket, azok valamiféle rokonságot éreznek velünk kapcsolatban. Hát ez a baráti, rokoni viszony, ahogy ők viszonyulnak hozzánk, ez nagyon sokszor visszaköszön nekünk, és ez tényleg segíti a munkánkat. Jelenleg most ugye nem nagyon van időm arra, hogy komoly kutatásokat folytassak, de azért nem adtam fel, és hát itt az egy övezet, egy út kapcsán nekem is eszembe jutott, hogy meg kéne nézni azokat az utakat, amiket akár a hunok, akár később a türk, ujgur, stb. Mongol birodalom is használt, úgyhogy hát ha nyáron feloldódik ez a kijárási tilalom, akkor ezeket szeretném felfedezni. Hát egyelőre annyit sikerült elérnem, hogy a régészeti intézetek között szervezünk most egy együttműködést, úgy néz ki, hogy ez létre is jön, pont 60 évvel azután, hogy megkötötték még a korábbit, és ugye itt a régészektől kérek be publikációt, hogy hétvégén legalább tudjak olvasgatni, és akkor ebben egy kicsit elmélyülni. Tehát most egy kicsit az ázsiai hunokkal
foglalkozom. Hát megdöbbentő egyébként az a hasonlóság, amiket lehet találni itt az ázsiai hun és az európai hun leletek között. Sőt, nekem még ugye, érdekesebb, mivel én majdnem egy évet Grúziában is dolgoztam, és ott is ugye nagyon sok érdekességre, hát érdekességet találtam, és akkor ezeket összetudom ezeket a párhuzamokat rakni. Hát ugye egyrészt leletanyagban van nagyon sok hasonlóság. Én ugye az államszervezetet kutattam, vérszerződést, ugye ezeket inkább ilyen társadalomtudományi kérdéseket feszegettem, hogy rengeteg a hasonlóságot véltem felfedezni, és ami szerintem nagyon érdekes, hogy ugye néhány év óta ugye archeogenetikai kutatások is folynak Magyarországon, és ők is, ugye, tehát ők, illetve még a Cambridge Egyetemnek a kutatói is még genetikai szálat is találtak, ami az ázsiai hunokat az európaival, illetve az Árpádházzal összeköti, úgyhogy ennek azért örültem, hogy egy kicsit úgy az ember kap egy visszacsatolást, hogy azért a természettudomány eszközeivel is lehet igazolni azt, amit egy történész megtalál forrásokba, vagy éppen ugye régészeti leletekben. Legutóbb, ha jól tudom, Üzbegisztánban adták át az Európa Ura Attila című könyvét angol nyelven, amikor a magyar delegáció kiutazott. Kazasztánba, elnézést. Igen, tehát, hogy akkor Kazasztánba adták át, mutatták be angol nyelven. Milyen fogadtatása van, és hogy ez akkor Mongóliában is megjelent, ha jól tudom. Igen. Milyen fogadtatása volt, és ők a mongolok hogyan látják ezt a kapcsolódást esetleg? Nagy érdeklődés volt, ez kétszer jelent már meg, tehát viszonylag gyorsan elfogyott, és ugye számukra ez azért volt nagyon fontos, mert nagyon keveset tudnak az európai térségről, az európai történelemről, úgyhogy általában egy átlag magyar ugye nem ismeri Mongólia történetét, vagy az itteni mongol népek előtti népek történetét, mondjuk a hunokét. A másik szerintem megdöbbentő dolog volt, hogy fogalmuk se volt, hogy Magyarországon milyen történeti források, régészeti leletek, néprajzi adatok vannak a hunokról. Tehát nagyon sok kutató, jeles kutatónak erről nem volt elképzelése. Szerintem ugyanígy vannak a kazakok is ezzel, tehát egy picit ugye magunkat is kell ilyen szempontból népszerűsíteni. Nekem az egyik legmegdöbbentőbb kijelentés a professzor szájából hangzott el, hogy azt mondja, hát nekünk ilyen gazdag hagyományunk van, mi nem dicsekszünk vele. Ők egyetlen egy mondatra építették fel az egész hun rokonság elméletüket, amikor Genghis Khan 1222-ben fogadja a Changchung szerzetes, a taoista szerzetes, és akkor azt mondja, hogy az én elődöm a nagy Sanyű, tehát a nagy hun uralkodó. És akkor meglátták, hogy nekünk mink van, hát olyan büszkeség fogott el, hogy tessék, mi megint tudtunk azért valamit mutatni Mongólia számára. És hát a mongol szakemberek jártak többször is Magyarországon, régészek például nagyon sokat tanultak nálunk a régészeti intézetből, hogy hogyan dokumentálják a leleteket, topográfiát készítettek, tehát ezeket a módszereket most már ők is kezdik alkalmazni, illetve ugye itt Erdély István professzornak, aki sajnos tavaly halt meg, neki nagy kultusza volt, hiszen ő majdnem 30 évig végzett itt ásatásokat. És jelenleg milyen magyar-mongol projektek, tudományos kutatások, archeológiai ásatások vannak az őstörténettel kapcsolatban Mongóliába vagy
a régióban zajlanak el? Tervezünk kettőt, ez egy kis cselekvés, ez itt mind a nagykövetség, mind a két projekt a nagykövetségünk szervezésében valósul meg remélhetőleg. Ugye az egyik, tehát mind a két hun temetőről van szó, mind a kettőt ugye magyarok kezdték el feltárni, az egyik itt Ulaanbaatar mellett van, másik Kenti megyébe, Ulaanbaatartól keletre egy 200 kilométerre körülbelül, tehát ezeket, tehát ez magyar-mongol együttműködésbe kezdődött el a feltárásra, ezeket szeretnénk ebben az évben elkezdeni. Tehát az egyik kisebb, az lehet, hogy még az évben fel is tudják tárni a magyar és a mongol szakemberek, a másik az körülbelül 2-3 éves projekt lenne, de tehát itt úgy néz ki, hogy valami beindul, és hát megpróbálunk ugye más intézményeket is becserkészni, hogy a mongolokkal működjenek együtt, hiszen itt azért is jó jelen lenni, mert hát nem csak akkor a mongol szakemberek értesülnek a magyar eredményekről, hanem ugye itt nagyon szoros együttműködés van kínai, koreai, japán kutatókkal, tehát egy ilyen regionális együttműködést is akár össze tudnánk hozni, vagy pedig ugye itt megszervezendő nemzetközi konferenciákon ezeket az eredményeket is be lehet mutatni, és akkor ezáltal a magyar jelenlét egy picit megint növekedne Ulaanbaatarban. A magyar történelemben miért tatárként nevezzük a mongolokat? Erre van-e kutatási eredmény, vagy van valami indok? Ez jó kérdés, ezt többen feszegetik, hogy mi lettek tatárok a mongolok, de nem csak Európában, ugye Kínában is sokszor tatárokként jelentkeznek, meg a kaukázusi területeken is. Hát az az egyik talán legvalószínűbb magyarázat, ugye, hogy a Genghis Khannak a fő ellenségei voltak a tatárok, és amikor őket legyőzte, akkor szétszórta, tehát széttelepítette a tatárokat, és őket küldték ugye mindig előre a hadjáratok során, és ugye ez a név terjedt el, megkérdezték, hogy melyik népcsoport, és itt nem azt mondja sokszor valaki, hogy mongol, hanem mondja azt, hogy én halka vagyok, én ojrát vagyok, én burját vagyok, valószínűleg ők megmondták, hogy tatár vagyok, és akkor ez a tatár név terjedt el. Habár, mint az is kiderült, a tatár név már azelőtt megvolt Magyarországon, mielőtt a tatárok bejöttek volna Magyarországra 1241-ben. Turisztikai szempontból Mongólia. Sok magyar turista utazik Mongóliába, és hogy mik azok a turisztikai látványosságok, amiket érdemes, és ajánlana nagykövet asszony a nagy közönségnek, hogy hova érdemes, mit érdemes megnézni Mongóliában? Jelenleg még elég seki a turisztikai forgalom, elsősorban a drága repülőjegy árak miatt, ugye nem lehet közvetlen járat nincs jelenleg Ulaanbaatarban, és a többi járatok viszonylag drágák, hát ezen is próbálunk most egy kicsit segíteni, megpróbálunk egy viszonylag ilyen diszkontárú, egyátszállásos megoldást biztosítani a magyar érdeklődők számára. Ami egyrészt érdekli a magyar közönséget, ez a hun emlékek, tehát sokan szeretnék megnézni az itt feltárt temetőket. A másik, aki, ugye van egy olyan vonal, aki a buddhizmus iránt érdeklődik, tehát itt is vannak nagyon különleges emlékek, főleg a Gobiban, vannak ugye a Shambhala, egy ilyen energiaközpont is működik, akkor van egy meditációs központ, tehát ugye a buddhizmus egy másik célpont lehet, akkor itt ugye még mindig vannak sámánok, tehát akik ilyen spirituális dolgok iránt érdeklődnek, azoknak akár a buddhizmus, akár ez a sámánizmus is érdekes lehet, illetve hát ugye vadászat, hegymászás,
szintén érdekes. A természet szeretőit szerintem vonzani fogja Mongólia, hiszen itt még azért érintetlen területek vannak, tehát mind az Altáj-hegység, főleg ugye ezek a, van ez a Tavambokt, ugye az öt szent hegy, ugye a mongol Altáj legmagasabb pontja is itt van, az is egy különleges élmény, illetve itt megfigyelheti a sivatagos területet, a tajgát és a sztyeppét, van úgyhogy egy megyén belül. Tehát szerintem biztos, hogy ez érdekli majd a magyar közönséget, csak hát meg kell találni itt is a megfelelő partnereket, utazási irodákat, akik tudnak együttműködni, és egy jó diszkontáró légitársasággal szerintem ezreket lehet idehozni, nem csak Magyarországról, hanem ugye a környező európai országokból is. Nagykövet asszony, sajnos az időnk hamarosan lejár, úgyhogy, de nagyon szépen köszönjük a sok izgalmas választ, és utolsó kérdésként egy olyat tennék föl, amit minden nagykövet asszonynak és úrnak fölteszünk, hogy nagykövet asszony hogyan látja az eurázsiai világrend kialakulását, félnünk kell tőle, vagy inkább lehetőség tára, főképp magyar szempontból? Mindenképpen lehetőség tára, én azt mondom, semmiképpen nem kell félni. Ha megint kibújik a történész belőlem, azt mondom, hogy mi állítottuk meg a mongolokat is 1242-ben, nekünk nincs mit félnivaló, és utána a nagy királyaink akkor is a mongol birodalommal utána elkezdtek diplomáciai kapcsolatba lépni, és a kereskedelemből nagyon sok hasznot húzott Magyarország. Szerintem, ha ezt a példát követjük, és mi is bekapcsolódunk, aktív részesei vagyunk, akár itt ebben az ázsiai térségben, akár az otthoni közép-európai térségben, akkor szerintem ez egy nagyon nagy lehetőség hatánk számára, tehát azt mondom, hogy nem kell félni, szerintem ott az ázsiai emberek nagyon együttműködőek, a magyarokat szeretik, tehát ez is, ugye ez a rokonságképzet is sok országban megvan, tehát mindenképpen érdemes ebben nekünk részt venni. Köszönjük szépen nagykövet asszonynak, hogy elfogadta a meghívást a Nagyköveti Teaszalon Eurázsiában című rendezvényünkre. Nagyon érdekes és izgalmas előadást hallhattunk. A beszélgetést az Eurázsia Központ honlapján a www.eurasiacenter.hu-n és a Facebook oldalunkon, az Eurázsia Központ oldalon is majd megtekinthetik a nézők és a hallgatók. A honlapunkon és a Facebook oldalunkon pedig további érdekességek is olvashatók Mongóliáról, Ázsiáról és az eurázsiai témáról, úgyhogy kérem a hallgatókat és nézőket, hogy tartsanak velünk az eurázsiai utazásainkon. Nagykövet asszonynak meg még egyszer nagyon szépen köszönjük az előadást. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. És további sok sikert kívánunk a diplomáciai tevékenysége, és ugyanakkor a tudományos munkásságában is. Úgyhogy köszönjük szépen nagykövet asszonynak, a nézőket és a hallgatókat pedig sok szeretettel várjuk a további rendezvényeinken is. További jó kutatást és szép napot kívánunk mindenkinek!